Egyik Békés megyei központjából magyar fásbilliárd mérkőzések közvetítése történik. Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, Cseres Péter vagyok. Kérjük, maradjanak velünk, ismerjék meg ennek a nagyszerű játéknak a történetét, szabályait. Kezdjenek el játszani, hogy Önöket is a magyar biliárd kedvelők népes táborának tagjaiként üdvözölhessük a későbbiekben. A Békés megyei értéktár részeként joggal lehetünk büszkék arra, hogy saját biliárd játékunk van. Kevés ország mondhatja ezt el magáról, mint akkoriban sok minden valószínűleg Németországból került hozzánk a játék, az utóbbi több mint 100 évben viszont nálunk formálódott, alakították szabályait, mire elérte a mai formáját. Kezdődjék a játék! Egy 15-ös kezdéssel kezdett a fehér golyóval a játékos. Tizenöt-húsz-huszonöt lökés van egy partiba, tehát célszerűen figyelni kell, hogy kevés üres lökés legyen. Szép 11, nagyon jó tempó, jó volt a lökés, ha lehetőleg a sarkok közelébe ellenkező oldalon álljanak meg a golyók, ez az egyik követendő cél. Tipikus hiba, amikor rövidre van ütve és rosszat ad a játékos, amivel ugye növeli a másik pontjait. Első karambol lökés, tetszőlegesen a fehér és a sárga golyó pirosat élve karambolt ér. Thank you.
2-6. Takarásban lévő fehér golyó eltalálása után célszerű nem hagyni állást. Tipikus rövidre ütött körbe ütős játékot látottunk. Az első keresztduplát láttuk, ahol nem erősen, hanem lecsurgatva. Nehéz kvartot láttunk.
ez pedig rövidre lettítve. Szépen lecsurgatott 10. Látszik a sárga golyó. Nehéz kvartolt fas volt, kettes-hármas fa közül kellett lökni. Jó sikerült kifordítás, jó tempóval. 22-vel a fehér vezet. Fehér golyó takarásba a bábú sortól. Kicsi kontrával a sarom, pontosan rávezetve a fasorra. Rövidre ütött végbuzera, de a fasor két oldalán áll meg a golyó.
nagyon nehéz egy falas, piros közelsége rögtön rontást is okozott is. A 61,5 mm-es golyó át tud a fák között bizonyos esetekben, úgyhogy nem dönt fát. Végjátékhoz közeledben a négyeknek nagy szerepe van. Fát, de ellenkező sarkok közelébe állnak a golyók, tehát ez mindig megnehezíti a folytatást. Kicsit kigurult a sárga, ezért várhatóan látható a üthető a sarokból.
jó tempójú lökés. Hát kellett volna, hogy menjen a fasor túloldalára a fehér golyó. Szerencsés piros találkozás után 120 meg lett. Ilyen váltott kezdés van, úgyhogy a második szettet a sárga golyóval. Pontra helyezett piros golyóval általában vagy gyenge, vagy erős kezdés, kinek-kinek a szokásai szerint. Jó tempóval megütött sarú. Ilyen nagy farsot kell adni, hogy el lehessen találni a sárga golyót. Direktből nem ütött, mert fehér golyó várhatóan falról.
szintén nehezítésként útban van a piros golyó, ami... Nagyon kell ügyelni arra, hogy ha nem is találunk, utána lehetőleg nem maradjon állás. Szép volt. Egy gyönyörű lökés. Hosszú egyenes, amit duplának nevezünk a játékban. Ismételten rövidre lett ütve így. Hosszúra ütött körbeütős, de jól álltak meg a golyók a előkerülő sarkok közelében. Volt ideális, mert a pirostól nem lehetett szabadon meglepni a fehér golyót. Szintén tempó problémák, mert nem a hasor túloldalára állt meg a sárga golyó. Hát lehet venni az irányítást a sárga golyóval. És sarok lett, és így üres lökés. A cél, hogy a fehér golyó lehetőleg támaszkodjon föl a mandinerre, ez egy kicsit. Egy maradt a fóra.
tipikus tusra ütött dupla. Nagy fal lett ütve, itt szintén üres lökés, és kijött. Ez pedig túl lett farsolva. Tökéletesen kivitelezett. Nagyon szép végbuzera, jó tempóval. Üres lökés, de ellenkező sarok, és közel a mandínerhez, nehéz állás. Hátsó falról a kicsit túlütött dupla is. Húzott a sarka. Nagyon szép kontrával megütött rövid sarok, jó tempóval. Nagyon nehéz állás, mert a kettes fától nehéz a fehér golyót
kezelni. Döntőszett következik. Sikertelen kezdés, ezt követően a sárga golyót a vasor szélességében tetszőleges helyre lehet helyezni a belső lökéskor. Tíz pontos, jó tempóval vasor takarásába a két golyó. Sikertelen a lökés, de jól állt meg a sárga golyó. Mikor célszerű megpróbálni összeragasztani a két golyót, megnehezítve ad el a félnek a további lökéseit. Nehezen pozícionálható, hogy hol áll meg a saját golyónk. Jó a tempó, nem gurult ki a fehér golyó, úgyhogy nehéz a sarkot megjátszani.
Kicsit hosszú lett a kort, de megállt. Tökéletes rövid kort. Nagyon jó tempójú lökést láttunk. Piros nehezíti a lökést. Nagyon szép, jó tempójú sarok. A sorba áll meg a golyó, nehéz a további. Öt falas kísérletet láttunk, kicsi híja volt, hogy eredményes. Ez pedig két oldalra tett golyó, ami kicsit erős lett. De a jó tempó miatt két oldalt állt meg a golyó.
pontos, jó tempó. Egy biztonsági lökés. Pontosan jó tempóban megütött sarok. Megérkezett a válasz. Talán még jobb tempóban, mert sarkot nem lehet belőle. Várjákban nincs benne a piros, vagy farsal oda játszható. Fontos volt, hogy a lökés után a fa álljon, hogy
közvetlenül ne legyen lökhető. Gratulálunk, hol lesz József, neked őszeretett.